kutyus esetében ugye végig kell gondolni, hogy most kertesházba, lakásba fogjuk-e tartani, milyen igényei vannak a egy-egy adott kutyának, mekkora méretű testtömegű kutyust tudunk magunkhoz fogadni, mennyi időt tudunk arra szánni, hogy foglalkozzunk velük, valamint ami nagyon fontos, hogy ugye az életkorát is figyelembe kell venni. Egy kölyök kutya esetében rengeteg befektetett időre, energiára és türelemre van szükség, míg egy felnőtt kutya esetében már lényegesen kevesebb ez a ráfordítandó idő és energia. A cicák esetében náluk is azért meg kell gondolni, hogy lakásban szeretnénk-e tartani, vagy ugye kinti-benti bejárással, vagy csak kinti cicáról van szó. Mindegyik helyzet más-más felelősséget és gondoskodást kíván, de ami tényleg nagyon fontos, és szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mindenki gondolja végig, hogy ténylegesen egy új életet, egy új családtagot fogad be a már meglévő környezetbe, és nem szabad velük tárgyként, de nem szabad őket tárgyként kezelni. Ez így majd a húsvét kapcsán, gondolom a nyulakra, meg egyéb kis állatokra vonatkozik. Valamint azért azt is gondolják végig, hogy az örökbefogadással nem csak egy életet tudnak megmenteni, hanem kettőt is, hiszen hogyha az állatotthonból örökbefogadnak egy kutyus, így felszabadul egy hely, és az utcáról is be tud kerülni egy olyan fajtásra az adott kutyusnak, aki ne talántán már hónapok óta az utcán kóborol, vagy ne egy isteni sérüléssel várja a megmentőjét.